Az új képviselőtestület megalakulása után pár nappal, október 15-én már is üléseztek a bátasszéki képviselők, és számos fontos napirendi pontról döntöttek. A 4-es számú felnőtt házi orvosi körzetben november 1-től dr. Galambos Éva praktizál teljes munkaidőben 20 órás rendelési idővel. A körzet feladatait közel 4 évig helyettesítéssel dr. Szabó Péter látta el. Dr. Galambos Éva belgyógyász és kardiológus szakorvosként tevékenykedett évtizedeken keresztül a Vármegyei Kórházban. Így nagyon-nagyon örülünk, hogy ezen a két területen egyébként hatalmas szakmai tudással rendelkező doktornő bátaszéket választotta, és a következő időszakban nálunk fog felnőtt háziorvosi tevékenységet ellátni. A képviselők döntöttek arról is, hogy kibővítik az iskoláztatási támogatási pályázati rendszert. Egészen idáig a II. Géza gimnázium 7-es és 9-es diákjai számára biztosítottak ilyen jellegű támogatást. Visszamenőlegesen szeptember 1-től a Kanizsai Dorottya Általános Iskola 1. és 5. évfolyamára járó tanulók után is fogunk támogatást biztosítani, és az eddigi 10.000 forint helyett 15.000 forintot biztosítunk tanulónként. Annak érdekében, hogy ezzel is segítsük a szülők terét egy kicsit csökkenteni a beiskolázással kapcsolatban, és hogy talán egy kicsit tudjuk népszerűsíteni a városunkban működő két oktatási intézményünket is. A tanulók támogatása mintegy 2.085.000 forint saját önkormányzati forrást igényel a város 2024. évi költségvetéséből. Döntés született arról is, hogy a beérkezett pályázatok alapján hányan részesülnek majd felsőoktatási ösztöndíj pályázatba, pályázati támogatásba. Két évvel ezelőtt hozta létre a város ezt a lehetőséget, és most a következő időszakban, szeptembertől januárig, azaz a ennek a hallgatói fél évnek az időszakára 21 bátaszéki diák részesül majd a várostól ösztöndíj támogatásba. A támogatásuk mértéke az 10.000 forinttól 20.000 forintig terjed havonta. A felsőoktatási támogatás 1.375.000 forintot vesz igénybe.